Szép napot kívánok, ez a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális programajánló magazin műsora. Ma is ajánlunk önöknek hétvégi programokat, valamint nyári témával is foglalkozunk. Többek között arról szólunk, hogy mennyire fontos nyáron napszemüveget viselni. Első vendégem pedig már itt ül velem szemben, Újhelyiné Magyari Zsuzsanna Nagyhalászból érkezett ismét hozzánk. Szervusz, Zsuzsa! Szia, köszöntöm a nézőket! Nos, hát halljunk szót a hétvégi rendezvényetekről, hiszen szombaton nagyon nagy bulival készültök, hetet hét országra szólóan fogtok majd mulatozni, de mi is ez a rendezvény? Igen, hetet hét országra szóló buli lesz, a 8. Nagyhalász Fesztivál. Mondhatom azt, hogy már hagyományosan július utolsó hétvégén kerül megrendezésre. Honnan indult ez a rendezvény, és egyáltalán milyen céllal? Vissza tudsz emlékezni? Jó, persze, az a 8. alkalom nem olyan sok, de azért így fel kell eleveníteni, gondolom, neked is a gondolatokat, hogy na akkor, hogy is volt ez annak idején? A szándék az volt, hogy hagyományainkat tápoljuk, ugye a Tisza közelében elvitathatatlan és tagadhatatlan, hogy halász és vizes hagyományokkal rendelkezik minden település. Ugyanakkor a szervezéskor az is fontos szempont volt, hogy ez egy remek alkalom a közösségi találkozásokra, illetve a nagy halászból elszármazottak visszatérésére, jó beszélgetésekre és programokra. A Kölcsei Televízió nézői többek között már a Képújságon is láthatták ezt a plakátot, és ugye látszik is, hogy úgy van leírva a rendezvény neve, hogy Nagy Kötőjel Halász Fesztivál, ugye ez kicsit beszédes is, hiszen Nagy Halászban kerül megrendezésre ez a rendezvény, de miért ez a neve a rendezvénynek? A halas hagyományainkat nem vitathatjuk és tagadhatjuk el. Talán nem mindenki tudja, hogy Nagy Halász nevével kapcsolatban két jelentős író is alkotott a térségben, akit megragadott a táj vagy az ott élőknek a szellemisége. Tompa Mihályról és Benedek Elekről van szó. A legenda szerint a Budának királylányának volt egy kedvenc aranyhala, amivel folyton játszott, és egy áradás alkalmából a medencéből kimosta a víz ezt a halacskát. A király kihirdette, hogy a mesékben szokás, hogy aki megtalálja ezt a kedves aranyhalat, az nagy jutalomban részesül, és a környéken halászó szegény legény fogta ki ezt a halat a hálójával, elvitte Budára. A jutalma pedig az volt, hogy neki nemesi címet, és egy egész falut adományozott a király, és ezt a falut és a fiatalembert is halásznak nevezték el. Nagyon érdekes ez a történet, szerintem ezt kevesen ismerhetik, viszont azt is ki lehet emelni így a Nagy Halász Fesztivállal kapcsolatosan, hogy van egy gólyátok, volt egy gólyátok, van egy gólyátok, én már nem is tudom, hogy hol tartunk, akit halásznak neveztetek el. Mesélj róla egy kicsit. Nagyon kalandos a kamerával megfigyelt család élete. Igazából nem tudjuk követni, hogy most ténylegesen halász térte vissza. Én úgy érzem, hogy ez most nehezen követhető. Több tragédia érte a családot, minden évben ki van szolgáltatva minden ilyen madár az időjárás viszontagságainak. Aztán valamikor az áramütésnek is ki van téve egy-egy ilyen élőlény. Volt is valami baleset tavaly előtt? Tavaly előtt is volt, tavaly is volt, amikor a nőstény pusztult el, és úgy talált magának új párt. A kamera most is működik, a nap 24 órájában követhető a halász család élete. Hát a Nagy Halász Fesztiválon akkor ezek szerint nem feltétlen csak a kameráknak köszönhetően, hanem ténylegesen ott a helyszínen meg lehet nézni a halász családot, és hát rengeteg mindenen lehet részt venni. Már reggel 7 órára érdemes kivenni a horgászat kedvelőinek, hiszen horgászversenyen indul az egész mulatság.
mi itt a cél, vagy miért versengenek a horgászok, és a verseny után mi az, amire tényleg invitáljátok az érdeklődőket? Aki horgászik, az nyilvánvalóan egy életformát saját, val magáénak sajátít el. Ez a természetvédelem, a természet szeretete. Ez a célja mindig annak, amikor ilyen horgászversenyt szervezünk, van egy önszabály is, hogy horgász szennyezett környezetben nem ül le, és szennyezett környezetet nem hagy maga után. Ezt a nemes célt is titkon kitűztük magunk elé. A horgászversenyen indul a nap, amint mondtad. Itt több kategóriában lesz eredményhirdetés. Aki még most kap kedvet esetleg a horgászáshoz, a nagyhalász.hu honlapon elérhető a telefonszám, ahol még lehet jelentkezni. De szerintem a verseny napján is még fogadják a kilátogatókat. Ez egy belterületen lévő horgásztó partján lesz. Tehát összetett a dolog, mert egyrészt nagyon romantikus a környezet, másrészt minden igényt kielégítő környezet van a kulturált időtöltéshez. Az eredményhirdetése ennek valamikor a délután folyamán lesz, amint mondtam, több kategóriában, tehát a legnagyobb hal, legkisebb hal, hogy egy kis humort is vigyünk a történetbe. Gyermekek külön versenyeznek, nagyon értékes jutalmak vannak, horgászfelszerelést fogunk átadni az eredményhirdetéskor. Akkor tényleg érdemes mindenképpen ott lenni az élvonalban. Dél körül meg a főző versenyen résztvevő csapatok mérhetik össze tudásukat, hiszen akkor a szakmai zsűri ellenőrzi, hogy hogyan készült az a harcsapaprikás, vagy éppen halászlé, és így tovább, de délutáni programokról egy pár szót váltsunk még, hogy kik lépnek fel, kik lesznek a húzó nevek esetleg. Annyit mondjunk el, hogy halételek főzőversenye, tehát még lehet nevezni, a már említett honlapon az elérhetőségek megtalálhatók. A zsűri élére felkértük Szoboszlai Gyula nagyhalászi születésű nemzetközi mesterszakácsot. Reményeink szerint el fog jönni hozzánk nagyhalász díszpolgára Kulcsár Gergely, ő is a zsűri tagja lesz, és egy remek találkozási alkalom a nagyhalászból elszármazottaknak. Kulcsár Gergelyről tényleg egy pár gondolatot, de csak röviden, mert sürget minket az idő. Ő nagyhalászban született, rekorder abban a tekintetben, hogy háromszoros zászlóvivő az olimpiai megnyitókon, és kis szerencsétlensége múlott, hogy nem aranyérmes lett, ezüstérmes gerelyhajító, és ő volt az edzője Németh Miklós olimpiai bajnoknak, aki annak idén talán világrekordot ért el gerelyhajításban is. Egy rendkívül ember, öröm vele beszélgetni. Mindenképpen érdemes akkor már csak miatta is esetleg elmenni nagyhalászba, és ugye 14 órakor a gyermekeknek kedveztek, gombóc együttes fog muzsikálni, utána pedig már picit másabb jellegű zenekarok is színpadra lépnek. Igen, lesz rock, az alkohol zenekar fog fellépni. Itt az az érdekesség, hogy a doboknál egy nagyhalászi fiatalember fog dobolni, Szentpéteri Viktor, úgyhogy lehet tombolni az első sorokban. Utána az Irigy Hónai Mirigy szerintem minden korosztálynak megfelelő jó hangulatot fog teremteni, és jó kedvet. Aztán a 20 órától kezdődő Balkán Fanatik koncert pedig szerintem a környékről oda fogja csalogatni a rajongókat. Ez is egy nagyon hangulatos élő koncert lesz, hangsúlyozunk, élő koncert lesz. Tűzjátékkal szoktunk zárni, de most lézersó lesz, hogy ezzel is újdonságot tudjunk mutatni a hozzánk ellátogatóknak. Ez nagyon különleges rendezvény lesz, Nagy Halász Fesztivál 8. alkalommal most szombaton, úgyhogy mindenképpen legyenek ott, ha tudnak. Szerintem kollégáim ott lesznek. Igen, talán. Megragadom az alkalmat, hogy egy meghívót is álljunk, csak meg köszönöm, meghívom. Szépen, nagy szeretettel a stábot szépen a programra. Na, hát reméljük, hogy mindannyian ott leszünk, ha nem, akkor egy kisebb csapat mindenképpen ott lesz. Köszönjük szépen a meghívást. Mindenki önök is legyenek ott. Igen, köszönjük. Szabolcs-Szatmár már Bereg megyéből is több tucatnyi település küldte el üzenetét a Nagygéci Nemzeti Emlékhelyre, ahol 200 márványoszlopon csaknem 2600 kárpát-medencei magyarok lakta település gondolatait olvashatják a látogatók. A megmaradás temploma, mint kulturális attrakció hamarosan teljesen elkészül. Az 1970-es árvíz és a 45 évnyi gazdátlanság után a 13. századi templom teljesen újjászületett. Nagygéc különleges úticél lehet a Szatmárba érkező látogatók számára, talán önnek is. Nagygéc 2013 nyarán.
Síralmas látvány nyújtott 43 évvel a falut elpusztító árvíz után a hajdan virágzó település temploma. De egy-két házat kivéve szinte már csak ez az épület hirdette, hogy százak laktak itt, amíg a szamos és az akkori hatalom másképpen nem döntött. És Nagygéc 2015 nyarán. A 13. századból való templom vakító fehéren hirdeti az újjászületést. Nagygéc lakói 1970 óta küzdöttek azért, hogy ez a nagymúltú, magyar-román határmenti falu megmaradjon. Kitartásuk nem volt hiába való. 2014-ben megkezdődött a különleges kulturális turisztikai attrakció építése. A megmaradás temploma a műemlékvédők szoros felügyelete mellett újult meg. Az Árpád-kori és Mátyás-korabeli falak új tetőt kaptak. A csaknem 800 éves téglákat nem vakolták újra, és szabadon hagyták azt a sekrestye ajtót is, amelyet az építkezés idején tártak fel. A templom belsőre sem lehet ráismerni. Restaurálták a szószéket, a gótikus ablakokat, a karzatot. Az ólomüveg ablakokon át szivárvány vetül a falakra. Az új álmennyezet alatt a bútorzat színben és formában is egy az egyben a hajdan elhurcolt berendezés másolata. A karzatra orgona is költözött. A Makovec Imre által megálmodott kilátótoronyból tiszta időben a Nagykároly környéki hegyekig is ellátni, de pazar látvány nyújt fentről a szatmári síkság békés vidéke is. A torony a magyarság jövőjét is határtalanságát szimbolizálja. A megmaradás háza magyarság háza különleges építészeti megoldásokkal a születést és a halált jeleníti meg. Arra is emlékeztet, hogy a nagygéciek soha nem adták fel a jövőjükbe vetett hitüket. A látogatóközpont a nagygéci nemeseknek és a Schwarz családnak állít emléket. Itt kapott helyet a 4D mozi, ahol hóesés, vihar, villámlás közepette élhetik át a nézők a nemzet történetével összefonódó falu nagy eseményeit. Az őrtűz oszlopa 7 magyar törzs bejövetelére emlékeztet, de megjelennek rajta az Árpád-házi királyok nevei is. A monumentális alkotáson egy 30 kg-os prizma játszik a napsugaraival. Az emlékpark akár egy bölcsességek könyve 2 hektáron. Az őshonos gyümölcsfák ligetében sétálva 2600 kárpát-medencei magyarok lakta település üzenete olvasható. A haza, nemzet, összetartás, összefogás, szeretet gondolatai ezek, 306 ezer karakter, 200 márványoszlopra vésve. Újra élet költözött hát a hajdani szellemfaluba. A nagygéci nemzeti emlékhely méltán lehet a megmaradás ékes szimbóluma. Különleges zarándokhely azoknak, akik át szeretnék élni az összefogás építő erejét. Divatcikk és szemünk védőeszköze, ez a napszemüveg, amely szinte elengedhetetlen kelléke a nyárnak. Erről beszélgetek vendégemmel, akit talán láttak is az előbb valamelyik lencsébe a tükröződésnek köszönhetően. Velem szemben ül már dr. Szabó Irén, szemész szakorvos. Szép estét kívánok önnek! Önnek is. Nos, hát még mielőtt nagyon belemelegednénk abba, hogy mennyire nem áll jól nekem ez a férfias szemüveg. Beszéljünk arról, hogy miért is fontos ténylegesen napszemüveget viselni nyáron, UVB-sugárzás és így tovább. A bőrünk védelme az már mindenki előtt ismert, a szemünk védelme mintha nem lenne olyan fontos, pedig az információk 80%-a a szemünkön keresztül ér el hozzánk, tehát ilyen szempontból is fontos, hogy megőrizzük szemünk képességét, működését.
Az UV sugárzásról egy pár szót, tulajdonképpen a napsugárzásnak a rövid tartományát nevezzük UV sugárzásnak, amelynek számos jótékony hatása mellett vannak negatív hatásai is a szemünkre. És milyen furcsa, hogy akaratlanul azt mondtam egyből, hogy UVB sugárzás, miközben az UV sugárzás az nem feltétlenül csak B lehet, így igen, laikusként mondom. Igen. Az UV sugarakat hullámhosszuk szerint A, B és C sugaraknára osztjuk. A C sugarak a legrövidebbek. Ezeknek a nagy részét az ózonréteg kiszűri, akár csak az UVB sugarak nagy részét. Igazából a szemünkhöz, a bőrünkhöz az A sugarak jutnak el, és ennek a védelméről beszélünk most. Nagyon-nagyon sokan csak divat eszközként tekintenek a napszemüvegekre, ám ahogy ön is említette, nagyon fontos kelléke tényleg, főleg a nyári időszaknak. Nagyon sokat hallhatunk az elmúlt hetekben, hónapokban arról, hogy érdemes bevizsgáltatni a napszemüvegeket. Milyen védőrétegűnek kell lennie egy-egy napszemüvegnek? Mire kell odafigyelni vásárláskor, és egyáltalán hol lehet bemérettetni a napszemüvegeket? Magyarországon az 1997-es törvény szabja meg, hogy milyen napszemüvegek hozhatók igazán forgalomba, vagy melyek azok, amelyek megfelelnek a szabványnak. Azok az igazán jó szemüvegek, amelyek az UVA sugarak, a 400 nanométeres sugarak 95%-át legalább megszűrik. Erre speciális eszközök találhatóak az optikákban, illetve erre szakosodott üzletekben, ahol a vásárlás során ezek a vizsgálatok megtörténnek. Nem feltétlen csak ezzel kapcsolatos információkat lehet kérni egy-egy optikában, hanem mondjuk majdhogy ilyen divattanácsadást is kaphatunk. Mire kell odafigyelni amúgy egy-egy napszemüveg kiválasztásakor? Mennyire legyen nagy, széles, és így tovább? Jó, hogyha átgondoljuk, hogy mire vesszük, milyen célt szolgálhat majd ez a napszemüveg. Itt is különböző típusú szemüvegeket különböztetünk meg. Van, aki sporthoz választja, van, aki az utcára, van, aki egyszerűen csak divatkiegészítő cikként használja. Nagyon fontos, hogy a karakterünknek megfelelően, stílusunknak megfelelő keretet válaszunk. Jó, hogyha felpróbáljuk, körbenézünk, járkálunk benne egy kicsit. Azok a jó védőszemüvegek, amelyek követik az arcívét, nem haladják meg igazából a szemöldökívet, illetve az arc élet, és ha mosolygunk, akkor sem éri el a szemüveg alsó szélét. A jó minőségű szemüvegek jó minőségből készülnek, a keretek is, tehát nem irritálják az arcbőrét. Vannak különböző színezetű napszemüveg lencsék, ez mitől függ? Ez inkább divat, vagy ez is fontos, hogy most jelen esetben talán itt is van, ami kékesebb, van, aminek ilyen narancssárgása, van, aminek teljesen szinte fekete a felülete? Itt is a funkció, részben a funkció, részben a divat határozza meg a színeket. A barna szín általában a legjobb kontrasztot adja, tehát golfozásnál, sportolásnál nagyon jók, tehát növeli a kontrasztot. A zöld és a szürke szín a legkevésbé változtatja meg a színeket. Tehát sportrepülőknél, vezetőknél szoktuk ajánlani. A sárga és a piros inkább divat színnek tekintető, illetve egyes sportszemüvegeknél találjuk meg ezeket a színeket. Igen, pont azt akartam mondani, hogy nagyon sok, nem is tudom, talán biciklisnél látom azt, hogy ilyen narancssárgás, sárgás a lencse a napszemüvegnek. És mi van akkor, hogyha mondjuk valaki síjálott olyankor, milyen napszemüveget érdemes vásárolni? Általában a napszemüvegek 85-90% sötéteknek kell, hogy legyenek, és minél több fény éri a szemünket, természetesen annál sötétebbnek kell lenni egy napszemüvegnek. Vízisportoknál, illetve hegyvidéken
sportolóknál, vagy ott élőknél kell a leginkább védeni a szemünket, részbe az UV-sugártól, részbe pedig a nagyon erős, intenzív sugárzástól. Szemészként, szakorvosként, és tényleg majd, hogy nem ilyen szinten tanácsadóként, hogyan látja amúgy a nyíregyháziak, megyebeliek, mennyire fordítanak a napszemüvegre tényleg kellő odafigyelést, figyelmet, mennyire vásárolják meg akár a minőségét? Főleg a fiatalok, azt kell, hogy mondjam, egyre inkább tudatosan keresik a szemüvegeket, és természetesen... Mit okozhat akkor, hogyha nem jót választunk? Ez is fontos kérdés szerintem. Attól függ, hogy mennyit tartózkodunk kinn a napon, és milyen erős, milyen intenzitású a sugárzás. Hát különböző szemgyulladások jöhetnek létre, a szem felszínén létrejövő szaruhártya vagy kötőhártya gyulladástól, kezdve a szürkehályog kialakulása, illetve extrém esetben akár ideghártya gyulladás is létrejöhet, tehát nem csak divateszköz, hanem nagyon komoly elváltozásokat is megelőzhetünk ezekkel a szemüvegekkel. Nagyon érdekes dolgokat tudhattunk meg öntől. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, köszönöm. És én abban reménykedem, hogy nem feltétlen csak a fiatalok fognak már tudatosan napszemüveget vásárolni a következő időszakban. Én arra kérem, hogy maradjon még velünk, hiszen lesz egy kis összefoglalónk, mert hogy múlt héten a nyíregyházi szabadtéri színpadon a közönség a Kabaré című előadást láthatta. Főbb szerepekben Dérheni, Torres Dani és Karajos Gábor, tehát Kabaré, vidítve itt a Kölcsei TV-n. Most meglepődött miért is? No, hiszen mein Herr, az ősszelíd egy tigris sohasem, mein Herr. Hús is jobban ízlik, mint a dzsem, mein Herr. Mire vár, pici nyem, hisz ma már felejtős ez a hős szerelem. Bár, 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 íbe, hát fogja végre fel, volt egy jó éjjele, nap hagytam én, nem volt egy nagy regény, magánál jobb ma bárki, mein Herr. Ne bámulj, édesem, ha sírsz, azt élvezem, ne érezd, hogyha fáj, ez csak színház. Megdugtál, angyalom, nem lesz több alkalom, szerződj egy új darabra, mein Herr. Európa zsúfolt sétatér, mein Herr. Itt minden színpad új férfit ígér, mein Herr. És mit tehet egy nő, ki tűz a vér, mein Herr. Fel is úr, le is úr, gyűlölök, szeretek, kipróbál, szerepel. Bye, my liebe Herr, hát fogja végre fel, volt egy jó éjjele, de már a vége. Bár tegnap hagytam én, nem volt egy nagy regény, magánál jobb ma bárki, mein Herr. De bámulj, édesem, ha sírsz, azt élvezem, ne érezd, hogyha fáj, ez csak színház. Megtudtál, angyalom, nem lesz több alkalom, szerződj egy új darabra, mein Herr. Már bár már lébe, hát fogja végre fel, volt egy jó éjjele, de már a vége. Már tegnap hagytam én, nem volt egy nagy regény, magánál jobb ma bárki fog betiplé. Hát ennyi volt, és persze már beléphetsz hát.
bravissimo, Sally, egyszerűen, hát fantasztikus voltál. Köszönöm ezt. Clifford Bradshaw, híres író, angoltanár. Angoltanár? Ó, hát akkor már is van egy új barátja, és ki tudja, talán egy új tanítványa is. Ernst Ludwig, how do you do? How do you do? Ó, ez Max. Ő itt a tulaj. Ha Isten szólít, menni kell. Ó, tehát író? Ismerhetem a könyveit? Nem valószínű. Ki ez a másik fazon? Még sose láttam. Egy barátom. Mióta ismered? 3 órája. Eddig mindössze egy könyvet írtam. Ha. És miért jött ide? Témát keresek. Mondd meg neki, hogy rendeljen egy drága peskőt. Hülyeskedj. Nincs egy vasa se. Akkor minek hívtad ide? Melegedni? Hány tanítványa van? Ha magát is beleszámítom, akkor egy. Ha meg neki, hogy rendeljen, vagy kidobatom. Híres író. Akkor még inkább. Jó, akkor írj az én számlámhoz egy üveg peskőt. Jó. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, hölgyeim és uraim. Mindjárt itt az éjfél. A férjeknek már csak 15 másodpercük van, hogy megszabaduljanak feleségeiktől. Carmen Sita. Így hát!